Hello, sziasztok! A mai videóban egy, egy általatok kért véleményt fogok elmondani a Facebook, az EFL Facebook csoportjába, linket alul találod, tudsz csatlakozni. Osztottam meg egy linket, egy videót, amiben a Gidó Falvi Attila, MLM nagy guru, gyémántfokozatú feketőves karatés, a Forever Living product dolgozik éppen, ad egy interjút a luxus autójelölt Ferrari, Porsche, BMW, meg nem tudom már mi volt ott, és, és egy kicsit beszél a saját arcpoetikájáról, arról, hogy most Mit képvisel az életben? Tehát így tudom legjobban megfogalmazni. Uh, mielőtt folytatod a videót, szerintem nézd meg azt a linkelt videót. Tehát még egyszer, Facebook IFL csoport bemész, ott megtalálod ezt a videót, látni fogod egyértelmű. Végignézed, és te gyere vissza. Megvárom. Jó. Tehát nagyon örülök, hogyha megnézted, ha nem, akkor, akkor, akkor beszéljünk uh, egy értékadó videót szeretnék nektek készíteni, nem emelem fikázásról, nem emelem istenítésről, egyáltalán nem, a, nem is feltétlenül az emberről szeretnék értekezni, sokkal inkább azról, ami, ami ő, amit ő képvisel, mert annyira tipikus, Teh tehát, ez az interjúban számomra kiderült, hogy ez az ember, ez a gyémánt fokozat, a ez minden, ami jó egy emelemben, és minden, ami rossz egy emelemben. Tehát, tehát, tehát ő maga az emelem, és valószínűleg ezért ennyire rohadt sikeres ez a rövid véleményem. De miről is van szó? Hát az interjú során, bocsi, kicsit puskázok is, mert so, nagyon sok gondolatot írtam fel. Ugye, tehát ilyen aranyköpések vannak, hogy a, a, ott lesz egy rendezvény a lakásában, azért vannak kint a autók, a ház előtt, a világ legjobbjait hívom el, gyémántfokozatú atyúristeneket, meg jön a Jay Lynch. Idén. És akkor ez három olyan fontos dolog, amivel nagyjából lehet embereket beugratni, ami miatt sokan úgy érzik, a kívülállók, hogy az ember az egy, az egy hatalmas beugratás, és egyfajta ilyen mítosz. Hiszen már mi az érvrendszer? A világ legjobbét hívom el, de, de milyen, mi, ez annyiszor hallottuk már nagyon sok, a világ legjobb, de mibe? a Forever Living product a legjobbakat? Azt elhiszem, az egy mérhető szám, gondolom teljesítmény alapján a legjobb értékesítőket, a, a legjobb jogászok, ki, kit hívok el? Tehát a világ legjobbi az egy annyira egy hangzatos szím és általában nem fedi a valóságot, nem fed az igazságot. Te elhiszed, ú, uh, a világ legjobbjától hallok valamit, valójában maximum, nagyon maximum egy, egy, kis rész, a világ egy nagyon kis részének, kis szeletének a legjobbjától, és az nagyon messze áll a valóban a legjobbaktól. Uh, nem nem érted a különbséget gyémánt fokozat. Tehát imádom ezeket a helyet, gyémánt, meg, meg. de most nem is igazgató, gyémánt vagyok, meg brill vagyok, meg, meg smaragd vagyok, érted? De ezzel is azt a csillogás, fényűzés szeretnénk érzékeltetni, ami sokszor nincs. Tehát ez egy ilyen látszat dolog, mint ahogy az is, hogy most mindig be magyarok azok eléggé ilyen kisebbség komplexusba szenvednek régóta, évtizedek óta, és amikor bedobja az ember, hogy Jay Lynch jön, meg, meg nem tudom kicsoda, egy angol nevet, vagy egy bármilyen nevet, akkor attól általában a mezei polgár hasra esik. Pontosan ennek az az oka egyébként, hogy ugye vagy ilyen mondás, messziről jött ember, azt mondom, amit akar, és, és, pontosan ezért a messziről jött embert, nek nem ismerik az életét, sőt, számunkra megfoghatatlan. És az átlag magyar, főleg akik a mlm rendeződnek, azok nem igazán de nekik elég szűk a lát, világképük. Nagyon, nagyon, nagyon be van korlátozva a saját életük, hiszen abba a faluba, a városba laknak, ahol laknak, azt a környéket ismerik. Talán még ugye Magyarországon belül kirándulnak, de biztos nincsen tapasztalatuk a külfölddel kapcsolatban, és ország a legtöbb emellemesnek nincsen mondjuk egy külföldi barátja, akivel mondjuk beszélget évek óta. Éppen ezért ez egy ilyen misztikum, hogy és egyfajta felemelő érzés, hogy akkor te közelébe kerülhetsz egy ilyen embernek, mint Jay Lynch, nem tudjuk ki az, lett egy, egy hobó, lehet egy csöves, de, 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 ugye egy teljesen más, mást képvisel, mint mi, hiszen máshonnan jött, más neve van, más nyelvet beszél, éppen ezért ez egy ilyen misztikum. És ha azt mondja a gyémánt vezetőm, hogy hát ez egy nagyon okos ember, akkor meg iszom a szavaimat, és megtisztelve érzem magamat, hogy, hogy én hallgathatom őt. Ez egyfajta önállítás. És aztán ugye beszélt ez a Attila, vagy bocsánat, beszélt Attila arról ebben a videóban, hogy, hogy számára a legnagyobb hatással az volt, amikor egy hasonló kaliberű ember, mint most ő, meghívta őt, ugye MLMS vezetője, a lakásába megmutatni, hogy ő hogyan él. Tehát nem csak beszél a színpadon, hanem meghívta. És számára ez volt a motiva, látta a nagyházat, a luxusautókat, és akkor így, így, így érez, hogy ő ezt el akar érni. Ismerős, ugye? Az emelemek, és az majdnem kivétel nélkül, sőt, kivétel nélkül erre építkeznek. <coughs> hogy mutatnak felé egy olyan képet, <coughs> ami számodra elérhetetlennek tűnik, és mutatnak hozzá egy embert, aki elérhette már ezt a vágyott kategóriát, ezt a szintet, és, és ezzel gyakorlatilag, gyakorlatilag ratifikálják a, a, az emelemnek a létezését, a lehetőségét, hogy te is egy lehetsz azok közül, akik elérték azt a szintet. Valójában, ha jobban belegondolunk, nem biztos, hogy te éppen arra vágytál ez idáig, hogy, hogy most egy 300 milliós, családi házban lakjál, legyen medencéd, jacuzzid, mindened legyen, meg mondjuk 6 luxus autó álljon a parkolódban, lehet, hogy de most, hogy már ezt megmutatták, és látod, hogy ez milyen laza, fasz a dolog, ezért már erre vágysz, és ezért csatlakozol be az MLM-be. És nyilvánvalóan, aki ezt kívülről látja, annak ez nagyon visszás, és sokszor nevetségesnek tűnik, hogy hogy tegnap még teljesen átlagos elképzeléseid és lehetőségeid voltak. Tegnap még az volt a célod, hogy legyen egy középkategóriás autód, meg egy saját lakásod, Meghallgattad valakinek az előadását, és holnap te már nem elégszel meg ennyivel, neked már, neked már a legnagyobb ház kell a legluxusabb autókkal. Érted? A, a, az emelem az mondhatni egy, egy átmenet nélküli illúzió. Nincs meg az a fajta tudatosság, nincs meg az a, az, a, az a az az, az építkezés, ami, ami szükséges ahhoz, hogy egy életet felépítsünk. És hidd el nekem, hogy ez az Attila, meg bármik emellemes, se úgy jutott el, hogy ma belépett, holnap meg már a, a 100 milliós ferrari a 300 milliós lakásba lakik. Uh, hanem ők is építkeztek, vettek kisebb lakás, nagyobb lakást. Tehát azokon a lépéseken, amikre állandóan beszélek nektek, hogy kis lakás, nagyobb lakás, még nagyobb, kis autó, sok autó, sokszor autó, sok jó autó, tehát ezeket a lépéseken ők is végigmentek, csak ezt nem híreztelik. Nyilván, mert ugye ő a kirakat ember, és a kirakat ember mindig a legcsillogóbbnak kell ugye lenni, a legjobb tervékünket kell ö, kiadnunk. De nyilvánvalóan, aki ezt kívülről látjanak, az, az átlátja az, az egészet, az mekkora egy parasztvakítás, hogy elhitetik veled, hogy igen, te, is, te te is lehetsz az, aki ezt elérheti. Valójában Nagyjából tízezer próbálkozóra jut egy olyan ember, aki talán ennek a közelébe kerül, és több mint százezer emberre jut talán egy, aki ezt el is éri. Ezt a fajta csillogást. Mert nehogy azt hidd, hogy egy MLM rendszerbe bármik MLM rendszerbe, csak úgy ö, szaladgálnak a multimilliómos emberek. Nem szaladgálnak. Ö, minél magasabbra jutsz, annál jobban szűkül a levegő, és egyre kevesebb az ember, aki ezt elérte. Hiszen ahhoz, hogy valaki eljusson idáig, ahhoz brutális teljesítményt kell letenni az asztalra. Például, ez a Attilától olvastam, most direkt utána néztem, volt cikk, hogy elvileg ő csinált, olyan, az üzlet az olyan, hogy ilyen havi 4 milliárd forintos forgalmat bonyolít több országba az ő biznisze. 4 milliárd Forint. Csak hogy így értsed, mi az a 4 milliárd forint. Nyilván ugye forgalomról beszélünk, tehát ez egy termék, de mondjuk nézzük meg, mondjuk a pénzügyi tanácsadóknál, ugye mint pénzügy, a leg, piac legnagyobb szereplője az UFOBI KFT, ő nekik a éves árbevételük ilyen 7-8 milliárd forint volt tavaly. 7-8 milliárd egy évre. És mondjuk ott foglalkoztatnak, mit tudom, 1200 alvállalkozót most érted a volument, és akkor itt van Attila, és neki egy ilyen havi volumenne volt, majdnem annyi, mint tehát két havi volumenne, két havi volumene, akkora, mint egy ófóbénak a, mint a piac jobb szereplőnek a, a, teljes árbevétele. Nyilván az egyik a szolgáltatás, a másik termékértékesítés, ne keverjük össze, csak én azt szeretem volna ebből mutatni, hogy, hogy akit látsz kirakat ember, az olyan mértékű forgalmat bonyolít, ami nem mindennapos ami még a vállalkozói szektorban is nagyon ritka. Tehát az egy évben 48 milliárd forintos forgalom. Ha most üst fel szépen a céginfot, és nézd meg, hogy hány cég for bonyolít ma Magyarországon 48 milliárd forintos forgalmat. Ö, érted a volument? Hogy persze elérhető, csak még egyszer, 100 meg 200 ezer emberből egy ha nem több, aki ezt eléri. És minden ilyen emberre jut mondjuk százezer olyan ember, aki ebbe belebukott, és lehet, hogy van, aki kevésbé, van, aki csúnyán belebukott. Tehát ezt azért ér, értsük a, a számokat. Uh, ugye másik videójában mondta, és megint ez az emelem életérzés, és, ez, és ezt hívhatjuk emelem, tehát ezt azért hívjuk MLM életérzésnek, mert valójában ez, ez, ez ugyanúgy vállalkozóknál is, akikre hirtelen rászakad a semmiből a pénz, előfordul, hogy uh, nyilatkozta, hogy van egy bentley -e, kétszer ült bele, valójában neki csak a tudat fontos, hogy van a garázsában. Uh, és ez milyen, milyen hangzatos szín, milyen jól hangzik, ugye? A tudat, hogy nekem van egy Bentley, nem használom, de van. Most nyilván Mezei Jóska, Szatyros Marika, kis Tesco Szatyorra megy a MLM előadása, elájul ettől a mondat, és azt mondja, hogy atya úr, ez milyen nagy ember. Most megint kívülről nézzük meg, hogy a so... kívülről nézzünk a sorok mögé, hogy ez mit jelent. Mert nagyon sokakat ezzel hűítenek be, és mert így hívjuk behűítés, hogy úristen, ott egy 60 milliós autó, és az akkor ember, hogy nekem ezt nem is kell használnia, ő csak azért veszi meg, a tudat. Na, azt értsük, azért, hogy amik Bentley, az egy rohadtul értéktartó autó, az befektetésnek sem rossz, mint ahogy például egy óra se. Tehát azt gondolod te, hogy úristen, mekkora ember, mert 5 millió forintos órával járkál, meg egy csobó ilyen órája van, igaz, nagy ember, de mellette azt azért értsük, hogy egy, egy ez, a luxus cikkeknek ez a szintje önmagában befektetés is. Tehát, hogyha vesz egy órát 5 millióért, és nem használod, beteszed a kis szekrényedbe, és néha ránézel. Persze ez, hogy a te egy aki be akar téged oborozni? Hát én annyira gazdag vagyok, hogy csak megvettem, mert tetszett, Á, de nem hordom, nincs kedvem. Valójában mi történik? Megvettem, mert tetszett neki esetleg, de ez egy befektetés is, egy értéktartó befektetés, ami később többet fog érni, tehát effektív pénzt csinál. Az autó egy kicsit ugyan ez. Uh, egyrészt. Másrészt pedig így jön be az a fajta új gazdag szemlélet is, hogy, hogy valóban ő nem gazdagnak született, hanem ő elérte ezt a gazdagságot, uh, és ilyenkor egyfajta egy ilyen proli, proli létnek a, a az integrálódását látjuk, amikor, amikor a kisebbségi komplexusunk olyan mértékű, hogy igenis szükségünk van ezekre a motivátorokra, hogy hogy be, ezekre a, a sarokpontokra, például egy Bentley, egy nagyház, egy valami, amire igazából tudjuk, hogy nincs szükségünk, de csak azért kell, hogy a tudatunknak bizonyítsuk minden áldott nap, hogy igen, elértük, emlékeztetők ezek a dolgok, hogy igen, elértük, mi már nagy emberek vagyunk. Pontosan azért, mert valójában ő még nem nőtt bele a, nad, gatyasz, a nadrágba, amit hord, valószínűleg nem is fog soha, ez egy olyan siker, és tehát ez, ez, bizony, legjobban az mlm a, 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 létét, hogy azért nem tudott belenőni ebbe a gatyába, mert azt sőt, biztos nem hogy, hogy ő is azért az elmutat, tehát a amikor elkezd, akkor és hirtelen lett nagyon sok pénze, pár év alatt, utána még több, utána még több, tehát hogy, hogy nem, 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 nem fokozatok voltak bizonyos értelemben, hanem úgy rászakadt a pénz, és nyilván neki kifele kellett mutatni, ez egyfajta tudathasadást is és bizonytalanságot szül az emberbe, hogy, vagy egyrészt elérsz valamit, eljutsz valahonnan, valahova, de neked az minden, minden, percéről be kell számolnod az embereknek, hiszen csak úgy tudsz tovább jutni, ha te bemutatod magad, és te neked kell egy ponton a kirakat embernek lenni, és többnek kell magadat mutatni, mint ami vagy, és aztán már az életedet így teljesen kifordítottad saját magadból. Üm, és nyilván kívülről ezért visszás az a dolog. De azt értsük meg, hogy ez az ember ez azért van ott, ahol, mert ő a kirakat ember, tehát neki, ezt kell valójában mutatnia ahhoz, hogy az erre fogékony emberek csatlakozzanak az ő üzletéhez, akik elhiszik, hogy ez elérhető és kézzelfogható. És amiért csatlakoznak, így a kirakat embernek ezért lesz több, és ezért tud szinten maradni, felszínen maradni. igen, ezt egyébként ő is így mondta, hogy egyik interjúban, hogy hát igen, ő is nulláról kezdte, eltelt 15 év, és akkor Hát de 15 év. Is. És ez nagyon jellemző MLM cégeknél az egyfajta ilyen közhangulat, hogy hogy olyan könnyen dobálózunk 10 meg 15 évekkel, hogy ha 10 év és akkor jó lesz, 15 év és jó lesz, és, és hogy megérte. Valójában én azt látom, hogy, hogy sokan ezt könnyes szemmel mondják, hogy megérte, mert már önállít, mert mert rászán 15 évet, és mondjuk sikerült. Tehát ez a jobbik eset, hogy sikerül. Sokak vannak, akiknek nem sikerült semmilyen szinten, csak kiszórt az ablakon 15 évet. E, nyilván itt értsük, emelemben az a nehéz, hogy ott e, úgy mond, úgy vagy vállalkozó, hogy alkalmazottként kell dolgoznod, de viszont a pénzed, de, tehát alkalmazottként kell úgymond dolgoznod, ha el akarsz valamit érni, hiszen dolgoznod kell, plusz túl -e, túlóráznod kell, de közben meg vállalkozói fizut kapsz, az az, hogy eredményes vagy, akkor van pénz, ha nem vagy eredményes, nincs pénz. Tehát mondjuk vállalkozó fizu az ilyen. Előfordulhat, hogy 30 napon keresztül dolgozol minden nap 12-13 órát, és a hónap végén nulla forintot kerestél, vagy mínuszba kerültél a költségek miatt. Ezek az emberek így dolgoznak. és nyilvánvalóan, ha te ezt 15 év, 10-15 keresztül így dolgozol, hogy hogy gyakorlatilag lemondasz a gyerekeidről, lemondasz a családodról, a családod nem lát téged, mert te fontosan egy álmot kergetsz, és 10-15 év után mondjuk csak minimális eredménye van, de, de nem, vagy egyáltalán eljutott oda, ahol akartál, csitrilliárdos vagy, leülsz a nap végén a tükörrel, és rájössz arra, hogy ez a 15 év nem látod a gyerekeidet felnőni. Vagy, 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 egyszerűen a, a elmúlt 15 évben olyan sokat dolgoztál, és olyan stresszes voltál, hogy egészségügyileg, romlott az állapotod, és azt nem tudod pénzzel pótolni. Nyilván ilyenkor is önállítanod ki, és azt kell mondanod, hogy igen, megérte. De mindez gyakorlatilag látszik az ember arcán, hogy majdnem, hogy a sí sírás határán mondja a legtöbb, mert a legtöbb embernek nem éri meg. Mert akkor jönnek rá, hogy a pénz nem minden. Nyilván fontos, de mellette nagyon sok olyan dolog van, ami fontosabb. Például én is uh, ilyen választás elé kerültem a, az elmúlt másfél-két évben is, hogy hogy megyek tovább azon az úton, hogy a, hogy a karrier, a pénz, a pénz, hogy, 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 el, hogy minél többet érjek el, vagy pedig uh, visszaveszem a tempót, cserébe viszont látom a kislányomat, meg most majd a fiamat felnőni, és uh, lehetőség szerint minél többet részt veszek az ő életükben, és én az utóbbit hoztam meg, uh, és valójában nem bánom. Kicsit nyugodtabb életet élek, és próbálok egyre nyugodtabb életet élni, és, és nem bánom, mert én 15 év múlva nem a leggazdagabb, uh, szomorú ember szeretnék lenni, hanem, hanem egy, egy átlagos anyagi helyzetbe levő ember, vagy talán picivel jobb, aki viszont boldog, uh, mert látja a családját, és együtt éltek meg dolgokat, mert ezt az időt senki nem fogja neked visszaadni. Uh, és talán ez egy, ez, egy, ez egy érdekes kettőség, mert az emelemben meg pont az a lényeg, hogy áldozzál be most mindent, és majd később jobb lesz. Ez az ígéret. Csak a legtöbbnek később nem lesz jobb. Kívülről ezt sokan látják, és, és ez, ettől félnek, és, és, és emiatt úgymond elítélik azt, aki ebben benne van. Uh, nagyon nehéz kérdés, de nyilván mindenkinek egyéni szociális problémája, hogy uh, mit áldoz be, és mit nem. Jó, na gyorsítsuk fel a videót, mert itt, itt, uh, itt, itt, itt elmegy az idő. Na hát, uh, azt szoktam látni, megnéztem most pár videót, meg egy rengeteg emellemes uh, nagy gurút hallottam már, nagyjából ugyanaz a képlet mindig. eljut valaki egy magas szintre, és, és igazából az élet nagy, nagy titkát akarja mindenki megfejteni. Mindig azt hiszi, hogy ő tudja, hogy egyébként ő hogyan jutott el, és ez a siker, ez valamilyen szinten másolható. Uh, ugye ez nagyon, tehát másolható legyen a siker. És és igazából azt láttam mindig is, hogy ezek ilyen szerencsétlen próbálkozások ezek az emberektől, amikor saját sikerét akarja misztifikálni és gyakorlatilag legalizálni, bemutatni, hogy ez a siker ez nem volt véletlen, ő ezért tett. A valóság az, hogy valóban nem volt véletlen, mert szerencséje volt. Nagyon sok uh, embernek siten állítom emelembe, a rengeteg olyan embert ismerek meg, tudom, hogy van, aki ugyanannyi dolgozott adott percben, mint, mint a másik, csak az egyik ö, fel, fele jutott, a másik lefele. Ugyanazzal az erőbedobása. Nyilván lehet, hogy egyik tehetségesebb volt, vagy a másik nem, tehát ezt nem tudjuk eldönteni, de az biztos, hogy, hogy sokszor egy szerencse, sokszor annyi múlik az, hogy ki merre jut, hogy éppen melyik, ki, ki tud egy jó embert megszólítani element belül. Ö, ki tud a másikra, tehát ki, ki tud egy ilyen aranytojást, vagy tyúkot találni? Sokszor csak ennyi múlik. Hogy az egyik a szenved a munkatársakkal, a másik meg pont talál egy olyan munkatársat, aki annyira laza, hogy behoz tíz vagy száz új munkatársat. Akkor meg már generálja magát a siker, érted? De sokszor a sikeren múlik, a sikeren szerencsén múlik ez az egész, amit aztán utal megpróbálunk így, így megfejteni közösen, hogy a, de ez mi történt? Hát mi a titok? És az a baj, hogy az alsó szinteken levő emberek ezeket, az, ezeket a ilyen közös össznépi tudatmódosító megfejtéseknek a szavait isszák, és miközben igazából a, ez a szupervezető, a gyémánt is csak keresi a saját útját, és, és próbálgatja a szárnyait, meg a megfejtést, közben az alsó szinteken levők mindig isszák a szavait, és meg, elkezdik megvalósítani azt, amit adott percben hallottak, Ma azt hiszik, hogy az a titok és nagyon sokszor láttam ezt, hogy ez a nagy útkeresés közben annyi ember bukik ebbe bele, mert miközben a vezetők így mindig mond valamit, hogy ő szerintem mi történt. Közben az alsó szinteken levők belebuknak, mert nyilván nem amiatt lett sikeres, érted itt ezt a kettősséget? Aztán jön egy másik dumma, hogy miért lehetett lehet lehet sikeres, akkor még többen belebuknak, kockázatmentes az egész, ez egy ilyen kockázatmentes útkeresés, amit próbálunk misztifikálni hogy mi a siker titka, hogyan jutottam el ide, hát úgy, hogy szerencséd volt. Bocsánat, szerencséd volt, és tehetséged volt ez. Ez a kettő kell mindig. Jó, aztán az, ez az emellemes nagy képüsség, az, az igen, tehát a másik nagy dolog, nagy probléma, ez az emellemes arcoskodás, és ez inkább erre jellemző. Nyilván, én, tehát, nyilván ismersz olyan gazdag, sima vállalkozókat, akik ugyanilyen nagy képűek, csak az MLM az anértemben van, van kirakatban, hogy ott nagyon sok ember figyel erre. Tehát még mondjuk egy vállalkozó a saját magának meg a környezetének ö, addig, 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 egy mlms az a munkája egy gyémátnak mondjuk, hogy, 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 mondjuk száz meg ezer embernek vigéckedjen, és ez nyilván kiút a, a belső körből és ugye a alsó szintek levő emberek ezt a vigéckedő mentalitást ezt átveszik, és valójában a Suzuki Speedben már a kis ember is vigéckedik a, a saját haveri körébe, hiszen másolódás történik. És ez az, ami unszimpatikus az ember a kívülről nézve. És itt is mit történt a videóban, ment a vigéckedés, hogy Attilánk, hogy megkérdezik, mennyi volt az, az autó, Alapból tök érdekes, hogy még, tehát milyen interjú ez, hogy mennyi volt. Hát nyilván mindenki tudja, mennyibe kerül egy Ferrari, meg egy Bentley, meg egy, egy, luxus Mercedes. Tehát ezt mindenki tudja, de ezt meg kell kérdezni. Hát mennyi volt? Hát igen, ez 50-es, ez 80-as, ez 100-as, érted? -e? Tehát, hogy így oda dobja, hát itt nem számítana semmit, mint hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtt ez nem akkora pénz lett volna, amit ő se tudott volna elképzelni. És ez a fajta vigéckedés, ez, ez, ez full unszimpatikus, és tiszta gáz és sokaknak ebből van elege, hogy, hogy elmegy Petike az osztálytársa, megy MLM kurzusra, ott jönnek a vigécianik, a vigécianik átra, átragasztják rá ezt a fajta attitűdöt, történik egy másolódás, az Petike visszajön a, a, közegébe, és vigéckedik a, a ballagási öltönyében, meg vigéckedik a, a Suzuki szüktjébe. nem bántásnak, én mondom csak, hogy érted a, tehát úgy tesz, mintha már ott lenne. Mert azt tanulta meg, hogyha már a fejbe eldölt, és te úgy viselkedsz, akkor el fogsz oda jutni. Csak közben elveszed a barátaidat, és az életben semmit nem fogsz elérni ezen a, ebben az üzletágban. Jó, uh, oké, okay. mit írtam? Nem is tudom elolvasni, mit írtam. Ja igen, hát mondta a srác, hogy már vagy ő ember, felnőtt férfi, hogy már nem vagyok éhes. Ugye ez is tök érdekes, de ponton túl valóban már nem, nem éhesek a, a, gyémántok, meg akik fent vannak, tehát ők, nekik ez ilyen modern napszolgakereskedelemnek hívnám, egy ilyen tök érdekes, nem is mentorprogram, hogy, hogy ő már csak ilyen poszta hobbiból dolgozgat, hogy már meg, megkerest, amit akart, hogy, hogy emberekkel kísérletezik, fiatalokat maga mellé vesz, jó lesz, nem lesz jó, tök mindegy fogyóeszköz. Valójában fogyóeszközök az emberek, ha pedig éppen bejön, mert jön megint egy szerencse gyerek, egy olyan srác, aki majd, majd tényleg megvalósítja az üzletet, akkor meg már lehet rá mutogatni, hogy érted, hogy igen, megcsántam, megint a mentor program működött. Uh, nagyon nehéz dolog. Na, zárszunknak kis egy a vége. Uh, nekem az emelemmel nagyon sok bajom van tényleg nagyon sok, és ez pont ez, ebben a videóba is elmondtam nektek, ezt a, ezek a vigéckedések, ez a, ez, a, ez a bizonytalanság faktor, ami egyébként ez a önbizalom hiányba öltöztetett önbizalom, túlzott önbizalom, amin látom a, a gyémánt kategóriás embereknél is, nagyon kevés az, aki mögött valódi önbizalom van és valódi tudás, tehát tudásból eredő önbizalom. Nagyon nagyon minimális a szerénység, az alázatosság, és az egész iparág egy kicsit arra épül, hogy, hogy te különb legyél, mint az átlagos emberek. És ez nagyon rossz üzenet, mert valójában nem azon múlik valaki, tehát, tehát miért kell különbnek lenni? Miért akarsz más lenni? Én azt gondolom, hogy minden ember tényleg ugyanaz egy kalap alatt van, és teljesen mindegy, hogy az egynek 50 milliós BMW-je van a másiknak, 500 ezer a Suzuki Swiftje, azt gondolom, hogy van egy parkolóhely, és mindegyiknek ugyanúgy kell oda beparkolnia. Ugyanazokkal a szabályokkal. Mert, mert, ez nagyon rossz, hogyha a pénz fog eldönteni, hogy kinek van több joga, kinek van, ki lehet hangosabb, kinek kell csöndben maradnia. Ez, ez nagyon rossz üzenet. Tehát nekem ez a világ, ez, ez úgymond így nagyon messze áll tőlem, de nyilván van, akinhez meg közel. Írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz erről az egészről, mi az, ami jó, mi az, ami nem. Hát ez egy baromi hosszú videóra sikeredett, de hát ez a téma mindig ilyen. Lájkold a videó csatornát, ha tetszett, ha nem tetszett, akkor megadjál neki hangot. Szép napot kívánok. Sziasztok!